Uram, ha nem sértem meg a kérdéssel, miért pont egy doboz? Az otthona is egy doboz. A kocsi egy kerekeken guruló doboz. Munkába hajt vele, haza hajt vele. Az otthonában ülve is egy dobozt bámul. Addig rombolja a lelkét, míg a doboz, ami a teste, végleg elfonnyad. Aztán meghal. Amikor is belehelyezik egy utolsó dobozba, hol lassan bomlani kezd. Ha így nézzük, ez meglehetősen lehangoló. Akkor ne nézze így. Tekintse átmeneti létállapotnak. Mi történik, ha a tesztjei végére jutott? Továbbítom az adatot a megbízóimnak. Attól kezdve ők döntenek a sorsukról. Nem mondhatja, hogy hiányzik belőlük a bizarr humorérzék. Nézzen rá. Nem tudom, uram, kikre céloz éppen. Az ön megbízói kész rejtélyek számunkra. A rejtély izgalmas. Nem, de bár. Hogy megyünk át a teszten? Nem nyilvánvaló. Nem kell megnyomni a gombot. Ha sokan tesznek így, sikerrel vették. De akkor majd újabb próbák következnek. Menjenek egyenesen a fénybe! Semmilyen körülmények között ne forduljanak meg! Mikor a fénybe érkeznek, úgy érzik, a testük folyadékban fürdik. Tartsák vissza a levegőt. Ha úgy érzik, meg fognak hulladni, elmúlt. Most hová küldi őket? A következő próba előkészítésére. Az előbb említést tett az önzetlenségi együtthatóról. Az emberi lények nem tudják, vagy nem akarják feláldozni saját vágyaikat a faj jövője érdekében, úgysem maradnak életben. És a megbízóim végrehajtják a fajuk kiirtását. Érti? Igen, uram.